Legutóbbi adásunkban beszámoltunk arról, milyen kárt tett Hajdúszoboszlón az augusztus 10-i vihar, melyben 250 lakóház sérült meg. Azóta a lakosság hozzákezdett a megsérült épületek rendbetételéhez. Ehhez a helyi önkormányzat is segítséget nyújt. A polgármesteri hivatal eddig 49 családot támogatott 50, illetve 100 ezer forinttal. A Tessedik Sámuel utca több háztetőjéről is kalapácsütések hangja hallatszott. Az ácsok az új tetőkön dolgoztak. Éles Mihály udvarán is ott volt az új zsindely, amivel néhány nap múlva befedik a házukat. Az új tető nem kevés költséggel jár, de Mihályék szerencsések, mert van biztosításuk. Már fel is vették a kapcsolatot a biztosítóval. Biztosításunk volt, meg is alá is írtuk a papírt, hát mindennel egybevéve olyan 1,5 millió forint körüli összeget fognak majd utalni, mert melléképülettől kezdve nekünk minden biztosítva volt. Az éles család néhány nappal a vihar után a helyi önkormányzattól is kapott támogatást. Gyors segélyt kaptunk, egy-két napon belül rendezték 100 000 forintot. Telefonon értesítettek, hogy mehetünk be a pénzért is. Azonnal adták ide a lakcímkártya, személyigazolványkert, és akkor kaptuk meg. Mihályék az önkormányzati támogatásból meg tudták venni a fóliát, a léceket, és a palatörmelék elszállítási költségét is ebből az összegből fedezik. A vihart követően a polgármesteri hivatalhoz jelentős számú kárbejelentés érkezett. Eddig 500-an kaptak támogatást, mondta dr. Schléder Tamás aljegyző. A vihar utáni hétfőn az önkormányzat részéről megkezdtük a károknak a felmérését. A kárbejelentések a mai napig folyamatosak, a mai nappal bezárólag 109 kárbejelentés érkezett. Ugye ehhez kapcsolódóan ígért a polgármester úr segítséget a legrászorultabb személyeknek. A önkormányzaton a szociális csoportot elég sokan keresték fel. A múlt héten az egészségügyi és szociális csoport két alkalommal is ülésezett, és összesen 49 károsultat támogatott, 50, illetve 100 ezer forinttal általában, illetve néhány személynél kevesebb összeggel. Schléder Tamás rávilágított továbbá, hogy önkormányzati támogatást kizárólag szociális alapon tud adni a hivatal. A rendelet meghatározza, hogy milyen szociális, illetve vagyoni helyzet alapján milyen támogatást lehet nyújtani, tehát a 100 ezer forintot azok kapták, akik leginkább rászorultak voltak, ők egyébként is az önkormányzat által más módon támogatott családok, akiket különösen érintett a vihar. A szociális rászorultság mellett az önkormányzat vizsgálja a károsodás mértékét is. Ennek megfelelően kizárólag azok a személyek részesülhetnek gyorssegélyben, akiknek az ingatlana nagy mértékben károsult.